A szerencsének és páratlan lélek jelenlétének köszönheti az életét egy genesdiási asszony. Válófélben lévő férje meglőtte, de ő súlyos sebesülése ellenére is elfutott, majd az autójával menekült. Férje még a nyílt utcán is üldözte, összesen 5-ször lőtt rá. Az őrjöngő férfi ezután öngyilkos lett. A balatonparti genesdiás télen meglehetősen csendes, a nyaralók többsége ilyenkor lakatlan. Mikulás napján azonban lövések verték fel a csendet, ennek a háznak a tulajdonosa a nyílt utcán akarta kivégezni a feleségét. Az áldozat súlyosan megsebesült, de végül el tudott menekülni. A férj utána végzett magával. Kamera előtt senki sem akart beszélni, de azt megtudtuk, hogy a pár házassága már évekkel ezelőtt tönkrement. A nő el is költözött, a férfi viszont nem tudta feldolgozni a veszteséget, és egyre jobban elzüllött. Az utóbbi hónapokban már keményen ivott. Jandó Zoltán, a Zala megyei rendőrfőkapitányság kiemelt főnyomozója azt mondta, hogy a férfi rendszeresen zaklatta a feleségét, folyamatosan ürügyeket talált ki, hogy hazahívja a nőt. A végzetes napon is ez történt. Ebben az esetben is az történt, hogy papírok előkeresésébe hívta segítségül, de tulajdonképpen kényszerítette, fenyegette azzal, hogy jelenjen meg és keresse meg neki ezeket a papírokat, és a hölgy ennek a hatására. A férfi konkrétan azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja a közös tulajdonukban álló házat, ha a felesége nem megy át azonnal segíteni. Valószínűleg már ekkor azt tervezte, hogy agyonlövi a nőt. Erre utal, hogy amikor az asszony megérkezett, nem kezdtek veszekedni, a körülményekhez képest normális hangnemben váltottak pár szót, aztán a nő elkezdte keresni a férfi orvosi papírjait a szekrényben. A férfi eltűnt pár percre, majd egy pisztollyal a kezében lépett be a szobába, azonnal lőtt. Azt tudjuk, hogy a könyökén érte a sérülés, most hogyha ez a lövés oldali irányból érkezett, akkor ugye a könyök az a testnek az életfontosságú részei előtt vannak, tehát valószínűleg a testre célzott lövést a könyök hárította. Az áldozatnak hatalmas szerencséje volt. A férfi nem lőtt újra azonnal, lehet, hogy elakadt a fegyvere. A nő menekülni kezdett. Bevágta magát a ház előtt parkoló autójába, már beindította a motort, amikor a férje utolérte. Miközben az autóval el akart indulni a ház elől, a férje utána ment, és még az autóra 4 darab célzott lövést adott le. Ezeknek több lövés be is hatolt az utastérbe, de a hölgy már nem sérült meg ezektől a lövésektől, el tudott menekülni a helyszínre. A helyszínelők által készített képen jól látszik, hogy a szélvédőre leadott lövések lőiránya egyenesen a sofőrülés felé mutat. Kisebb csoda, hogy egyik sem találta el az áldozatot. A férjnek nem volt engedélye lőfegyvertartásra. Egy kiskaliberű 6,5 mm-es Browning pisztolya volt, ezzel próbálta megölni a feleségét. A fegyvernek a származását pontosan nem ismerjük, nyomozást megpróbáljuk ebbe az irányba is kiterjeszteni, nem tudjuk, hogy lesz-e rá jelenleg még adat. A 6,5 mm-es Browningot, vagyis a 25-ös ACP kalibert kifejezetten a zseppisztolyokhoz fejlesztették ki. A 20. század első felében volt divatos önvédelmi fegyver, elsősorban az Egyesült Államokban. Előnye, hogy kicsi és könnyen rejthető, hátránya, hogy a 25-ös kalibernek viszonylag kicsi az ereje. Egy autó szélvédője például már komoly akadályt jelent a lőszernek, átüti ugyan, de hogy utána milyen irányban megy tovább, az már a véletlen műve. A genesdiási áldozat vélhetően ennek köszönheti az életét. A 25-ös zseppisztolyok valamikor a múlt század 70-es éveiben mentek ki a divatból, főleg azért, mert egy lövés általában nem állította meg a támadót. Ettől persze egy ilyen fegyver nagyon is alkalmas az élet kioltására. 2018-ban egy hasonló zseppisztoly okozta egy 11 éves kislány halálát Miskolcon. A saját apja lőtte fejbe véletlenül. Fel van dobva az életem, és jöttem. Pedig csak egy meggondolatlan mozdulat volt, mondta a férfi, nem is tudta, mit csinál. Egyetlen pillanat, és a kislánya holtan rogyott össze. Kaptam a gyerekért. Kaptam a feleföldről.
hiába kaptam fel már később. A fegyver nem is az övé volt. Lakott a szomszédjában egy idős asszony, aki amikor kórházba került, rábízott néhány szatyornyi holmit, hogy őrizze meg neki, nehogy ellopják az üres házból. E. Lajos azonban túlságosan kíváncsi volt, így átnézte a szomszédasszony kincseit, sajnos a kislánya társaságában. A szatyrokban rengeteg kacat volt, fényképek, érmegyűjtemény és egy aprócska pisztoly. Nagyon kicsi kábló. Pici. Igen. És azt hittem, hogy egy játékpisztoly. A játéknak hitt pisztoly azonban elsült a kezében. Mellette álló kislánya azonnal meghalt. Az apát a bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A tárgyaláson derült ki, hogy honnan származik az apró fegyver. A szomszédasszony néhai férje az Egyesült Államokból hozta haza, ahol hosszabb ideig élt, a 70-es években. Nyilvánvaló, hiszen a magyar nyilvántartásban sosem szerepelt, hogy a lőfegyvert valamilyen módon haza csempészte és engedély nélkül tartotta. Ehhez hasonló apróságokat a 70-es években valószínűleg nagy számban csempésztek be az országba. A Kékfény egyik korábbi adásában bemutattuk, hogy a Nemzeti Szakértői Kutatóintézet fegyverlaborjában kisebb arzenált őriznek a fellelt darabokból. Idős nagyszülő elhalálozása után a ház kitakarítása során előkerülnek fegyverek mostanában viszonylag sűrűbben. Ez mit jelent ez a sűrűbben? Hát ez a havi egy-egy alkalom, egy-két alkalom. Hegyi István szerint felbecsülni sem lehet, hány fegyver lehet még elrejtve szekrények mélyén, szénapadlásokon. Minden esetre, ha valaki talál egyet, a szakértő szerint legjobb hozzá sem nyúlni, hanem azonnal hívni kell a rendőrséget. Az öreg fegyverek, főleg az ehhez hasonló félautomaták, ugyanis még azoknak is okozhatnak meglepetést, akik amúgy gyakorlott fegyver használók. Amikor fölhúzom, akkor lehet, hogy az egyik kis alkatrész, ami mondjuk a kakast megakasztaná, az eltört. És amikor hátrahúzom és elengedem, a kakas nem fog megakadni hátsó helyzetben, hanem előre csap, és akkor is lőni fog, amikor nem akarom a fegyver. Tehát tulajdonképpen egy jó szendékú leürítésnél is el tudom sütni. Előfordulhat, így van. Vagy például olyan hibája lehet, hogy megszorult az ütőszeg. Mert kilóg a vége a tölténytámasz részből, és mint egy merev ütőszeg viselkedik. Tehát amikor hátrahúzom, ugye kint van az ütőszeg, amikor elengedem, abban a pillanatban már el is süti a lőszeg. Ha valaki fegyvert talál, a legfontosabb szabály az, hogy a csövet soha se tartsa ember felé. Persze az a legjobb, ha kézbe se veszi, hiszen ha esetleg valamilyen komolyabb szennyeződés van a csőben, megszorulhat a lövedék és a használó kezében robbanhat fel. Zala megyében is rendszeresen kerülnek elő illegális fegyverek idős emberek hagyatékából, mondta Jandó Zoltán. Volt, aki a világháború óta őrizgette a padláson, volt, aki 56-os veterán volt, de kerültek elő újabb fegyverek is. Tudjuk azt, hogy például a délszláv háború idején több fegyver illegális úton, módon érkezhetett be az országba. Ilyen eljárások is régebben voltak folyamatban. De hagytak itt fegyvereket bőséggel a kivonuló szovjet csapatok is a 90-es évek elején. A legendák szerint 1 liter vodkáért lehetett kalasnyikovot venni tőlük. Vélhetően ebből a forrásból származhatott a bőnyi rendőrgyilkos fegyvere is, aki még 2016-ban lőtt agyon egy rendőrt, amikor illegális fegyverek után akartak kutatni nála. Az illegális fegyverpiacra az utóbbi időben már jóval kevesebb fegyver jut, de azért még vannak források. Például vadászoktól vagy hobbi fegyvertartóktól lopnak fegyvereket. Sajnos előfordult ilyen Zala megyében is, hogy betöréses lopással szereztek meg fegyvereket. Volt úgy, hogy vadász személytől is, illetve volt olyan, hogy fegyverbolt sérelmére is követtek el betörést. A genesdiási lövöldözésben vélhetően a fegyver kis kalibere miatt menekült meg az áldozat. Először a könyöke állította meg a lövedéket, majd később, amikor már az autóban ülve lőtt rá a férje, a szélvédőt éríthette el. Miután elmenekült, a férj valószínűleg rádöbbent, hogy mit tett, és hogy ezután nincs tovább. A TEK kommandósai már csak a holttestét találták meg a házban. Amikor behatoltak a lakásba, akkor állították meg, hogy a férj
ugyanazzal a lőfegyverrel, önkezével véget vetett az életének. Az áldozatot kórházba szállították, megműtötték. A rendőrség emberölés kísérlete miatt nyomoz, de mivel a tettes meghalt, vádemelés nélkül fogják lezárni az ügyet.